35-33 a BC Balkanból, Tevgrad Gárda elnök az egész körben vendégeként egy fél időt követően. Láttunk egy 17 percig nagyon-nagyon rossz felfogásban kosárlabdázó körmendet, viszont az utolsó 3 perc az úgy gondolom, hogy előremutató volt, Robi. Te is így gondolod? Igen, az utolsó pár percben lehetett látni, hogy a körmend szigorított a védekezésen, támadásban is sokkal jobban összejátszottak, csapatként játszottak, és jobban kizárták a lepattanónál a vendéggárdát, ami azt hiszem ezen a mérkőzésen a kulcs lesz a lepattanó. 9 támadó lepattanója van a Balkánnak, 25 lepattanónál járnak összességében. Ferenc Csaba táltosodott meg itt a félidő végéhez közeledve, az ő utolsó 7 pontja kellett ahhoz, hogy mínusz 9-ről mínusz 2-re tudjunk felzárkózni. Igen, és a lepattanó, és azzal, hogy több eladott labdája van a hazai gárdának, ez miatt sokkal nagyobb a dobás száma a vendégcsapatnak. 39-re kísérleteztek a hazai 31-jel szemben. Az egy 8 dobás, akármilyen százalékkal dobsz is, az minimum egy 6-8 pont. Igen, tényleg a százalék az olyan, amilyen, de a nagyszámok törvényei alapján nyilvánvalóan nincs akkora különbség a dobó százalékok között, hogy ez tényező legyen. Mind a kettőre mondhatjuk, hogy pocsék. Igen. Tehát az a 41-35 százalék az a pocsék kategóriába tartozik mind a két oldal. Tegnap azért a Novgorod a duplákat 60 százalékkal dobta, a triplákat meg 40-nel. Az azért már jobb kategória, sokkal. Abszolút, hiába dobtak rá kevesebbet, mint a Falco. Ott már szignifikáns volt a különbség a százalékok között. Wright újra a pályán a mieinknél. Nagy gyömeszkülös volt ott Kessárhoz. A körmennek az első 1-2 percben meg kell mutatni, hogy mennyire keményen védekezik most. El kell, hogy vegye a vendégcsapat kedvét a mérkőzéstől. Ferenc Csabi könnyen megadta magát. Másodszor úszta meg ezt Ferenc, azt az elugrabugrálósat. Zaharia mind a kétszer csúnya homályt lőtt. Zaharia nagy csapásszámmal dolgozik, kevés sikerrel eddig szerencsére. 8 dobásából 2 volt sikeres. Mezőnyből. Ez megint szép volt. Rájt vezetkedte a labdát, aztán lepasszolta. De jól. Van belőle egy tripla, vezet megint az egész körment. Eladott labda lesz. Szép kis támadás volt. Inkább ügyetlen ez a Balkán. Mint nem. Azt meg, hogy Jövet játszottja edzője, legyen az ő problémája. Pedig csak mínusz 10-zel van vele a csapat. Aztán mínusz 13, az a mínusz 10. Az előző Hollins triplet nem túl nagy meglepetésre róla kapták. Ezt meg nem Brooksról kapják, mert valahogy kiperdült Ferenc hármasa. Ott maradt Hollinszal Kessár, jó Horti, meg jön Washington. Hú, és faltal együtt gyűri a helyére ezt itt. Ez a legbutább falt. Ha már falt, akkor legyen. Ne legyen bele a kosár, legyen egy nagy falt. Volt csapó mozdulat, de nem vagyok benne biztos, hogy elérte Horti Washingtont. Ilyenkor már mozdulatot is lefújják. Újra vezet 2-vel a Balkán. Csúlyó. Jaj, de. Szeretem, mikor egy center így beviszi a labdát, amíg nem is klasszikus bal félholdra tette föl, hanem csak megszenvedte, de jó nekem ezt nézni. Kessár.
Inkább tovább Ügyevhez. Faltal együtt Ügyev. Addig-addig piszkálom, amíg magára nem talál, akkor inkább nem mondok semmit, csak dicsérem innentől. Az volt a baj, hogy túl könnyen bejutott oda Ügyev. Petkovnak is volt már ilyen betörése a mai napon, Zaharjevnek is. Igen. Szerencsére Zaharjev ezeket mellé dobálja, de... Igen, elmondhatjuk, hogy azért nagyon sok könnyű helyzetet kap a vendéggárda. A hazai védekezés elég szellős. És egyelőre kevés büntetőből hibátlanok, 4-ből 4 a büntető mutatója a vendégcsapatnak. Na, Ilyev telleget, de nem hiszem, hogy neki tellegetnie kell ennél a szituációnál. Vidic tapsikolt a kispad mellett. Nincs belőle könnyű dobóhelyzet. Novins. Szerencsére Brooks nem figyelt. Wright eljut a gyűrűig. Nem tudja falt együtt bedobni. Brooksnak a harmadik. Hát nagyon jó, mert jön majd Petkov. De ami az első fél időben beesett neki, az most nem fog. Mármint Petkovnak? Így van. Majd meglátod. Ezt vártuk Komolovnál, és aztán nem így lett ráadásul. Ez így jó falt Brooks-tól. 50% alatt van már a hazai büntetőzés, ami azért nagyon-nagyon szomorú. Őt most nem javul. Most már nem is számolom inkább ki. Ilyev. Washington. Most nem jött be a komótos. Oha! Egy kicsi lépés volt talán, nem? Ganus volt. Még a hazai szurkolók is mutatják. 1-2-3. Kézilabdás. Jó volt az. Ilyev tripla. Az lejön. Szép lett volna, Kesár visszadobja. Lassan dobnia kell Brooksnak, ő is vállalta, és be is dobja. Mondjuk ezeket bedobálja övé. Vidic nem azért tapsol, mert élete támadását rajzolta fel, és valósították meg játékosai. Hát a két pontnak örül, az gyönyörű, túl jó. Az előző lépés hiba után most egy pazar megmozdulás. Ez egy nagyon szép elgondolás volt, és a védők asszisztáltak hozzá rendesen. Mi meg asszisztálunk ehhez a Kesár táblázott triplához. Kochnak volt egy ilyen hármasa, most van egy Kesárnak is. 5 pontos mindösszesen a vendégek 8-asa, Igor Kesár. Viszont van 6 lepattanó, meg 2 gólpassza. Right. Novins. Valamit lassan kezdeni kellene. Berakjuk Hortihoz a labdát. Van belőle egy duplán. Ez a, megint olyan volt, hogy odaadjuk a centernek az utolsó 2 másodpercben, hogy old meg, fiam. Keszer elzavarja Washington, Zaharjev, Washington. Keszer szépen benne. Technikait fújnak Hortira. Inkább a játékvezetőknek azt kellett, hogy figyeljen, Kesár mióta áll benne a palánk alatt, mert legalább 6 másodpercet ott volt biztos. Gyerekkorában a körmeni kempingbe töltötte nyarait, most is letáborozott ott a gyűrű alatt. Nagyon látványosan akarta ezt eladni Horthy Bálint. Horthy próbálja elintézni, hogy Washington dobjon, Washington dobjon, de ez technikai volt, tehát ez más. Kesszer megdobja a büntetőt. Akkor nem volt technikai. Tudod, a labda nem hazudik. Megjön sajnos Petkov. Zaharjev. Kesár, opa!
Fújó. Borította meg Igor Kessár, könnyen meg is adta magát most Kessár. Kessár azért szépen rájátszott erre. Nagyobb probléma az az, hogy ezzel megvan a negyedik csapatfaltja körmendi csapatnak. Mostantól minden faltnál dobnak. Két pontos vendégvezetés. Zaharjev. Jó érekezés Wright-tól. Kilépett, 4 másodperc még a vendégek támadó idejéből. Jó ítélet, hogy tényleg mint volt a lába. Petkovnak kell elvállalnia. A Robi mutatja, hogy ő megmondta, de hát azért nyilván ez nem a legjobb helyzetek egyike volt. Ez meg annál inkább. Nagyon-nagyon szép volt. Wright-tól. Elég lukos a védekezés. Ugye Washington nem erőlteti. Várja, továbbra is velünk van. Megborítjuk megint a szerbet. Nyilván a délszláv nem fog egy kis huncutságért a szomszédba menni. Dob két büntetőt Igor Kessár. Közönségnek nem nagyon tetszik az ítélet. Úgy imádnák, hogyha fehérmezben lenne. Zúgna az Igor, Igor. Kiáltás itt körmendem. Hát meg mindenhol. De ő mindig el fogja játszani ezeket. Nyilvánvalóan rángattuk azért Kessárt. Kessár kettőből semmi. Ezek itt most fontos mozzanatok, mert mezőnyből nem igazán van helyzetesen a Balkánnak. Zaharjev helyett jön Krisztov. Most kellene Wright-nak élnie. Ajaj. Ilyen látványosan kevés faltja van a vendéggárdának. Oha. Ez megint egy olyan labda, ami elképzelésem sincs, hogy mi volt a terve David Smithnek ezzel. Negetszeni Hortit, csak annyira átlátszó volt, hogy pontosan tudták, hogy mi történik. Addig-addig háborogtunk, amíg Kessára nem fújnak rá egy támadó faltot, de most megint nem rajtunk múlt, hanem inkább a játékvezetőkön. Itt van még egyszer az előző nagyon egyszerű adott labda, ez pedig itt Kessár evezése. Ami teljesen jogos volt, tehát ez támadó falt azért, amikor áthúzza magát ennyire. El tudod képzelni azt, Robi, hogy nem minden egyes labda leütése így néz ki? Én most ezt az egyítéletet kommentáltam. Én meg mondom neked, hogy... Biztos, egyértelmű, mindenki áthúzza magát egy kicsit az ilyen helyzetekben. David Smith. Aztán kétszer nekifut Kessárnak. Vezet megint a körben, 48-47 a hazaiaknak. Volpi Báni nagyon jól segített David Smithnek, hogy be tudjon menni zsákolni. Kocsör. Az a baj, hogy Joncsikászott David Smith, de fineszben meg fogja enni őt Kessár. Biztos. Ez most egy olyan fújás volt, meg egy olyan történet, amire nyugodtan mondhatjuk azt, hogy ez az, amit Kessár szeretne. És amit a játékvezetők meg fognak enni végig. Neged Brooks. Ugye itt jön az, amit mondtam másfél perc, hogy minden falt után dobás van. És ezek Kessár sem fogja kihagyni mindig a büntetőket. Ő is tudja, hogy ez egy könnyű pontszerzési lehetőség. Újra Balkán előnye. Fehérrel pedig Rommá verte a Bnei Herzliát 93-65-tel. Az egymás elleni összevetésben jobbak leszünk.
Pont most néztem el én is a statisztikát, ezt nem akartam hinni a szememnek. Jó lenne valami hasonlót látni itt is most. Most van meg a negyedik csapatfaltja a bolgároknak. Eddig szerintem nem is volt meg egyik negyedben sem. Talán az elsőben. A másodikban biztos nem, mert ott három faltjuk volt. Mint hogyha zónáznának. Igen, jól látom. Le is maradnak Wrightról. Az ezt egy körment szintű csapatnak büntetnie kellene a zónán. Petkov büntet cserébe inkább. Hát, hogyha ha ennyire könnyű zicsert hagyunk neki, akkor be fogja dobni. A lepattanót, azt azért így halkan elmondom. Hollins inkább megáll, az jó döntés szerintem. Ferenc. Horthy. Bocsánat, Csorvási. Korábban volt szerintem a falt, hiába jön a reklamálás. Én abban a pillanatban meg volt a falt. Igen, odaütött, ahogy megkapta Csorvási a labdán. Jön a két büntető. Jó lenne, hogyha most már a körmendi csapat nem nagyon hibázna büntetőbe. Ez 9-4-nél vannak eddig. 10-4, 40%. Mint ha magam. Hát jobban az olyan. Jobban dobott. Petkov, 2-2 Holtonnal, lemaradunk. Ez Csorvási lassú, nyilván ami hátrány Washingtonnál és Holtonnál az bizonyos szinten előny. Amennyiben alacsonyabbak ellenfelüknél, annyival gyorsabbak és mozgékonyabbak. Ferenc, jó nehéz. Ennek megfelelően tripla vége az akciónak. Az már jött vissza szerintem a palánkról. Mehet tovább. Jó, de hát a... Oh! Ez így az jól néz ki. Ez jól néz ki így. Davis Smith osztja ki a blokkot, és ő az, aki befejezi előjúppal az akciót. Robban a csarnak, itt van még egyszer. Hát gyanúsan palánk közeli volt. Ez viszont itt gyanú nélkül. Right goal passza. Lehetett látni már, hogy Wright hozta fel a labdát, hogy csak ezt figyelte, hogy hol jött. Valamit nézett, igen, lehetett látni. Ahhoz lassan jött, hogy ő akarná befejezni. És Nebo is szerint azonnal kikéri az időt, ahogy kell. Először igazán jó hangulat. Most ki kellene használni a körmennek. Most lélektani előnyben vannak egy kicsit ezzel a blokk zsákolás kombóval. Nagyon jó időben húzta meg ezt az időkérést Vidic. Holton dobhat kettőt. Negyedik faltja ez Davis Smithnek. Nem volt most különösebben okos. Üntetünk Brooks-szal. Brooksnak fogalma nincs, hogy öt csapat faltja van az ellenfélnek. Abszolút, abszolút. És szerintem fogalma sincs, hogy mit kért az edző, hogy mit játszana. A mérkőzés jelenete egész.
egészen biztosan Davis Smith-é. De ez lehet, hogy heti top 5. Oda-vissza biztos a blokk után zsákolás. És leszámítva Kessar két büntetőjét, a vendégek nem hibáztak a vonalról. 11-9 büntetőjük. Azért ott van egy 5 pont differencia. Right. Messze van Csorvásinak. Megtalálja Kochot. Most állt be, ki lesz a lepattanó. Kopat két büntetőt Houghton. Ez ilyen bohóc fújás. Erre mindig azt mondom. Ez amikor olyan halványilag őze nincs a játékvezetőnek, hogy milyen kontaktusok vannak a palánk alatt. És itt jön ki ugye a legbugyutább kosárlabda szabály, tehát a támadófalt után nincs büntető, akkor ezek után, a szabálytalanságok után, amikor senkinek nincs a labda, miért van? Na jó, de ez már egy hosszabb beszélgetés. Más téma, igen. De... Houghton egész egyszerűen nem zárt ki, Csorvási szépen leszette mögüle a lepattanót, Houghton meg háttal nekiugrott Csorvásinak. És nyilván köszöni szépen a lehetőséget. És ezért mondtam, hogy Vidic időkérése zseniális volt, hiszen tombolt a csarnok, mindenki pörgette az ászlóját, törölközőjét, pólóját, vérmérséklettől függően, és most megint hárommal vezet a Balkán. Igen, azt a lendületet meg tudta törni, amiből a körben lehetett volna. Plusz, hogy a Davis Smith beütötte a negyedik faltját. Az jó nehéz Wright-tól. Csorvási a lepattanó. Ez megdolgozik keményen a lepattanó. És aztán Wright visszaszerzi. Zárjev továbbra is velünk van. Nem mondanám, hogy a játék színvonal magas szintű. De izgalmas. Inkább csak küzdelem dominál. Houghton. Inkább vissza Petkovhoz. Az így passznak tökéletes volt sajnos. Petkov telleget, hogy miért nem volt falt. Utána elhagyjuk a labdát. 8 másodperc még a negyedből hátra lévő idő. Wright jöhet. Oha! Majdnem összeesett, rövid a tripla, Koché a lepattanó, nincs belőle kosár. Egy pontot még hozzá tudott tenni a WC Balkán a félidei előnyéhez. 3 pontos vendégvezetésről vágunk majd neki az utolsó negyednek. Amint kezdődik az utolsó 10 perc, jövünk vissza mi is. Maradjanak elünk! ra vezet a WC Balkán Butler Grand Gardája az Yegis Körmen vendégeként. Egy huszáros utolsó 10 perc kell, és ennek megfelelően a hazai közönség oda is áll a csapat mellé, ahogy ennek ilyenkor lennie kell. De innentől már a játékosok dolga ezt valahogy a maguk javára fordítani. Igen, most az a kérdés, hogy melyik csapat lesz az, amelyik egy kicsit elkezd játszani. Ha egész őszinte akarok lenni, akkor az a helyzet, hogy Potosnik egy másodpercre nem talált 5 együtt játszani tudó fehérmezest. Halász triplája, jónak tűnik, a hosszá nem volt megfelelő. Igen, hazai oda, talán az az első félidő utolsó 3 perce volt, amelyik értékelhető volt, a többi nem nagyon. Nem a szép kosárlabda, köszönjük szépen Washingtonnak, hogy mellé lőtte az ittszert. Hollins tripla. Könnyen jött, könnyen ment. Vállalás volt ez, Kocsev mehet, aztán Petkov. Elég komoly lépéshibával állt meg Petkov. De ma ilyesmire nem adnak a játékvezetők. Igen, ma a lépéshiba szabályt az lazán kezelik. Kocsev! Legszebb napjaimat idézően lőtte ezt mellé a vendégek kapitánya. Egész jó kísérleted volt mérkőzés előtt. Amit pályán kívülről kell dobni, azokkal nincsen baj. Kocsev egyből mutatta, hogy csúszik a labda, mert... Ilyenkor mindig oda kell nézni, vagy valami történt. Nem az én hibám, hogy homály dobtam.
halász. Valinc a sarokból. Se. Kocsem mehet. Ott van mellette Ferenc. Nem szabad bántani Kocsemet, nem is bántjuk. De megvan a lepattan az Zaharjevnek. Bal kézzel sapkázott Pepu. Bal kézzel. Halász. Na, melyik csapat lesz az, amelyik azt mondja, hogy inkább abba hagyom a rohangálást és játszom valami kosárlabdát? Nagyon nagy. Zárjem, mit gondol? Ezért hozták. Ő tényleg velünk van. Ő dobjon. Ő dob. Abban nincsen hiba. 9-2. 10 most már. 10. 20%. Valens. Koch. Ezt remegő lábakkal dobta el. Csorvási viszont szedi a lepattanót, Kocsernek kivarázsolja a kezéből a labdát. Holinsznál sincsen falt. Zaharjev, na még egyet! Ezt már beledobja el. Oj, de nagy kár ezért! Mindenki háborog. Játékos, néző, edző, mind a két oldalon. Nem csodálom, hogy őszinte legyek. 6 pont a különbség. Kevesebb, mint 8 perc van már csak hátra. Eltett 7, vagy 2 és fél perc is. Az technikai. Ne! És Potocnik lehet, hogy fog kapni majd egy technikai saját maga. Ilyenre fújták. Ugyanaz volt. Ugyanilyenre fújták. Teljesen ugyanaz. Ne. A játékvezető magyarázhatja jobban, teljesen ugyanaz volt a szituáció, mint Csolvásinál. Nem jobb ma a sporik. Robi szokta őket védeni. De már másodszor mondtam, hogy nem jó. Igen, de tényleg nem jó. Nem. És nem is az a baj, hogy most ez a fújás elment, hanem hogy nincs következetesség. Meg alapvetően szerintem nem jó szellembe fújnak. Keszár maradott rajta. Még mindig bent a Keszár. Brooks inkább eldobja, van belőle egy tripla. A lehető legrosszabbul jöttünk ki ezekből a szituációkból. És ez most itt egy fontos pillanat volt. Büntető és labdabirtoklás helyett kaptunk egy triplát. 9 ponttal vezet megint a WC Balkan Botevgrád. 35-26-nál volt utoljára ekkora a különbség. Botocsnak kell időt kérnie. Short. So this guy sprint. You are dribbling on his side. Short. 3, okay. Face pass, big ball in this around, best to him, otherwise best to Matisse, and one on one, they're switching with head. So pass, maybe inside, otherwise pass back and good space to attack. Shield. And on switching defense, play this short, and play just more. Okay. Potocnik még mindig magyaráz a játékvezetőnek. Kicsit érzésem van, mint hogyha egy saját technikait szeretne kiharcolni. Azt kell, hogy mondjam, egyébként jogosan reklamált tényleg. Tehát... Igen. Pedig én aztán védem a játékvezetőket, de... Az edzők jóképviségi különversenyt, hogy Potocnik vastagon nyeri Vidicsel szemben. Jó, nem volt, nincs magasan a lény. Igen, nem volt nehéz dolga. Másik. Nyerjük meg valahogy ezt a mérkőzést. Ferenc. Lejön ez is. Ott van Horthy, az kemény volt. Ezt kell csinálni. Nem a játékvezetőkkel kell foglalkozni, akkor keményen kell odaállni. Van 6-50, vissza még. Meg lehet ezt fordítani szerintem. Zaharjev. Indokolatlanul sokat és szabadon játszik. Ferenc dobja mellé, ott van Csó. Jó, és egy zsákolás. Ez így még jobb is. Zsákolással kell befejezni. Gondoltam volna, hogy Vidic időt kér, mint hogyha mutatta volna, de nem teszi meg. Nem, majd a következő azért. Ez csak egy támadás volt, amiben nem voltak túl jók. Majd most Brooks, majd Keszár. Eladott labda. Most fog időt kérni, ha hazaiak kosarat dobnak. Ferenc tripla! Ez az időkérés!
És újból Ferenc Csabi az, aki hát csapata élére áll. Sok csacska mérkőzést láttunk az utóbbi időkben, ez az egyik legőrültebb mindközül. Hát ez a nem jó kosárlabda, rohanás, előre, hátra, jobbra, balra. Két pontos vendégvezetés. Az én ízlésemnek talán egy picit késő jött a vendég időkérés, de ez már legyen az ő problémájuk. Nincsenek könnyű helyzetben az edzők ma este. Szerintem egy ilyen 30 darab időkérést el tudtak volna használni idáig. Valószínűleg igen. Na, minden támadás után kérnék egyet. Balla, Zaharjev, az igen. Már nem számítottam Zárjevtől. Arra egy kosarat dobb, igen. Right. Ja, úristen, milyen kísérlet volt ez is. Olyan kísérlet volt ez, hogy szerintem nem tudta eldönteni, hogy palánk vagy gyűrű. Abisztire tette föl szerintem ez Zaharjev. Brooks nyom egy spárgát, Wright tojóz, és Petkovon keresztül tojó. Ezek a szép jelenetek. Könnyű körmenni kosár, plusz egy far. Itt a spárga. Szegény Petkov nem hozták könnyű helyzetbe. Igazából sok minden nem tud csinálni. Próbált nyújtózkodni. Megvan a lepattanó Hortinak. Átvehetjük a vezetést egy triplával. Német. Ez is olyan egyébként, ez a szituáció, és alig volt vissza 2-3 másodperc, Wright odaadta németnek a sarokba labdát. Ez ilyen menekülés a felelősséged az én szememben egyébként. Elrontjuk a saját statisztikánkat. Hollins szerez labdát. Petkov esik össze, mehet Hollins. Wright a sarokból, ha bemegy, akkor vezetünk, de nem megy be. Hollins ilyen lepattanó, megtalálja németet, óriási falt németen. És valaki ott kilépett, de ki? Hú, ha technikait kap. A kis pad. Na hát ezt nézzük meg még egyszer. Brooks jut hozzá a labdához, ha valaki kint állt, akkor az csak ő lehetett. Ez itt, hogy Petkov mit csinál, ez egy dolog. Megy Hollins. Wright eldobja. Bár ünnepel korán. Hollins lepattan a német. Washington odaver neki egyet. Nem volt nálunk labda, itt van még egyszer. Nézzük csak. De nem is körmenni volt a labda. Nem. Hogy a fenébe tudtak erre ezt ítélni? Miért az egész mérkőzésen Kuka Brooks dobja a büntetőt? Annyi hibát követel ez a Balkán, hogy saját magukat fogják megint megverni.
És mi ezt alig várjuk. Igen, páholyból nézzük minden föntől. Lassan nem tudok mit mondani arra, hogy mennyi esélyt kap a körmendi csapat, hogy megfordítsa ezt a mérkőzést. Brooks. Oda Houghton kezébe esik. Nem volt osztatlan itt a siker ez a zsákolást követve a Houghtonnál. Igen, és ahelyett, hogy vezetne a körmen, most 4 pont lett a hátrány. Nem lehet a német elvállalni. Jó, nehéz helyzet van. Jönnek egy faltot. Érdekes, hogy tényleg gyömözködős a mérkőzés. De nincs falt. Ezek eltelt 6 perc, és ez volt a harmadik falt ebben a negyedben. Nem tudom, te hogy vagy vele. David, néznek, túl sokat ül szerintem. Nem, ott azért volt egy jó időszaka, beütött a negyedik faltját, és azóta nem jön vissza. Én most már hoznám. Brooks maga negyediknek kell lenni. Az a baj, ezzel nem vagyunk bejebb, hogy a Brooks kipontozódik. Sőt. Zárja, és ő maradjanak csak a pályán. Nekünk az a jó. Most valahogy szerezzünk kosarat. Túl jó. Horti hoz be. Nem sikerül begyömöszölni a labdát. Brooks valahogy begyömöszeli. 3,5 perc van még hátra, 6 ponttal vezet a BC Balkan Botevgrad. Az egész körben vendégeként. És potos mit kér időt természetesen. Hey, don't give up! Don't give up! Play stronger, this is the problem. So, 2 easy points for them. 2 minutes when we start playing defense very strong, they don't have a chance. Let's go, now in play defense, switch everything. The problem will be rebound. Hey, rebound, no open shot, but aggressive catch out switching. No chance. Okay, we can have personal fouls, but no stupid fouls. Nem nagyon szabad most már kosarat kapni. És valahogy támadásban el kell érnünk azt, hogy jobb helyzeteink legyenek, mintha nem lenne ritmusunk igazán. Igazából az látszik tényleg, hogy mennek a játékosok, de valahogy nincs meg az, ami megszokott lenni itt a körmendi mérkőzéseken, hogy mintha az önbizalmuk se lenne olyan magasan, mint volt eddig. Ferenc. Right. Megy a labdavezetés most is. Az igen, gyönyörű Hollingsztal. 4 pont a hátrányunk. Itt jön elő egyébként a hiányzó játékos. Cunning? Igen. Ő azért ezekben a szituációkban magára vállalta azt, hogy ő elvállalta a szituációt, megoldja, vagy legalább faltot harcolt. Zárja továbbra is zseniális a mi szempontunkból. 14-4. Dobás. De lelkes.
15 az most már Robi szerintem. Nem, ezzel lett 14. Ezzel lett 14? Persze. Figyelek most már. Most már? Ideje? Támokra. Ó, és aztán valahogy hozzánk kerül. Ezt most megköszönhetjük Petkovnak. A sérült játékos. Kicsit izgul is látszik. Eszi a körmét. Nem is tudom, Wright hogy gondolta, hogy keresztbe lehet basszolni ezt a labdán. Megy az idő, és nem tud közelebb kerülni a körmét, ez a probléma. Most legalább nem kaptunk kosarat. De nem is dobtunk. Ilyetve majd most Wright. Két büntető jön. Fönt tisztának éreztem, nem tudom, hogy mi volt a helyzet. Volt test, test kapcsolat, de... A lényeg az, hogy bedobtam rá a büntetőt. Mind a kettőt ráadásul. Két pont megint a hátrányunk. Fontos lenne most egy jó védekezés. Washington, Ferenc mellett. Ó, de kár ezért! Jól vette észre egyébként a vendéggárda, hogy váltanak mindent a hazaiak. Öt pont a különbség. Két perc még a partiból. Nem ledolgozhatatlan a hátrány, de nincs könyv rólunk. Ez rólunk ment ki. Ha nem falt, akkor rólunk ment ki. Berúgott szerintem Brooks Hollinsba. Nem Brooks volt az, hanem saját csapattársa. Túl jó lábában botlott meg Hollins. És ez a nehéz helyzetbe került most a hazai gárda. A vendégek netán kosarat tudnak szerezni. Szépen ez Brooksnak, de ez rólunk megy ki. Nem. Fuh. Hoppá. Fuh. És ez egy jó ítélet volt. Nem. Dehogy is. Nem, itt a végén túl jól ment ki, de jó ítélet volt. Ez legyen az ő legnagyobb bajuk. Ítéltek már annyiféle őrültséget. Nem azt mondom, hogy helyes ítélet, azt mondom, jó ítélet volt. Ja, úgy igen. Davis Smith. Az lejön. Hollins a lepattanó. Hollins kap egy sapkát. Marad nálunk a labda. Ha azt mondom, hogy magas hiba százalékkal dolgozik a körmend, akkor nagyon kegyes vagyok hozzá. Itt van még egyszer Houghton blokja. Szóval nincs könnyű helyzetben Hollins. Ott van Davis Smith. Leszedi a saját lepattanóját, és aztán lopat két büntetőt. Van itt minden. Mondhatnám, hogy ez a mai mérkőzés megmutatja az összes olyan szituációt, amit el kellene kerülni ezen a szinten. Főleg a kihagyott büntetőket. 14-6. Így van. Tűzzük, hajtjuk. Hoppá. Megérzem egyébként, Petkov csak 2 pontot dobott ebben a fél időben. Két rádobása volt. Brooks. Hoppá! Houghton tolja, visszanyomja, és aztán Houghton javít. Ez a nagyobb probléma. Ünnepeltük a blokkot. És az utolsó percen belül járunk. Nagy bajban a körben. Lopat két büntetőt Wright. És az is csak a nagy bajban mondat folytatása, hogy büntető vonal nagy bajban van a körben. Benve Wright az utolsó két büntetőjét bedobta. F
féltettük a Körmendet ettől a mérkőzéstől, de inkább ilyen kincstári optimizmusból. Tényleg nem talált egy jól működő ötest a mai napon Potocsnik. Hát olyan, amelyik támadásban és védekezésben is működött volna, olyan nem volt. Igazából mind a kétszer Ferenc Csabinak egy-egy extra hármasa hozta vissza a csapatot. Tuojo, ő is dobhat kettőt. Nem, így nem rossz biznisz. Mindig a másodikat kihagyjuk, leszedjük. Van egy elképzelés. Esetleg faltól együtt tudjuk a helyére gyűrni. És úgy kihagyjuk, és megint. Még itt taktikailag repertoárban. Igen, de azt kell, hogy mondjam, 53 másodperc, vissza. Ezt a meccset már igazából csak a Balkán tudja elveszteni. Na de idén hányszor bizonyították azt, hogy ebben nagyon jók. Mi meg nagyon jók vagyunk most sajnos a büntetők mellé dobásában. Biztató taps. Lelátóról. Davis misszedi. Wright, üres tripla. Az is lejön. Nem elég, hogy a büntetőket rosszul dobjuk, még a hármasokat is. 30% alatt, 25-ből 7. Igazából minden dobó statisztikában rosszul áll a hazai gárda. Kocsev. Neki most már nem kell más csinálni, csak 24 másodpercig támadni. Megpróbálunk majd labdát szerezni, ott maradt Petkov Ferenccel. Ugye még van egy faltja a hazai gárdának. Most már nem érdemes azt odaütni, így ennyit letekertünk az órából. Petkov. Azt mondjuk elmondhatjuk, hogy a kétes szituációk nagy százalékban a vendégek kapták meg. Igen, mondjuk itt azért csak megtéptük Petkovat. Két másodperc. Az időn túl is szerintem le is fújja a hölgyjátékvezető. Davis Mussi megküzdött a lepattanóért, azt becsüljük. Jön egy időkérés hazai részről. 20 másodperc, 5 pont. Igen, de majd a félpályáról jövünk itt, ennek az időkérésnek ez a legfőbb oka szerintem. Amellett, hogy nyilván föl lehet rajzolni egy jó akciót. 5 pont a hátrány. De ez itt tényleg a veszett fejsze nyelének a legutolsó milliméteren. Four men is here, two men is here. You can stay even closer to the basket, no problem. So pass, the Pepo pass the ball. Flair screen for him, I want this pass. So you have to attack a little bit. Go, okay. After this, go here and you go here. I want to see this pass and the open shot. After this foul, no pass inside, don't allow to the best shooters. Try to force the bigs and foul, okay? Heidi, but first try to steal the ball. Okay, let's go. Right, go, 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 let's go. Wright, Hollins és Ferenc kaphatják majd a labdát, de elsősorban Wrightnak kellene megkapnia. És aztán utána, ha esetleg kosarat szerzünk, akkor valahogy el kell érnünk, hogy egy magas ember kapja meg a labdát. Teszem hozzá gyorsan, Holton és Washington is jól büntetőznek. Szóval hazai, vagy a vendégek beálltak zónára szerintem. Nagyon nincs idő arra, hogy nézelődjünk. Nehéz tripla Hollinstól, az beesik! Szociális hazai gyűrű, oda kell ütni Petkovnak. És akkor oda kell ütni majd még egyszer, hiszen ez volt a negyedik csapatfaltunk. Nem színeztük túl ezt a személyi hibát, fogtuk, felrúgtuk Petkovot. Érdekes, Potocsnik azt mondta, hogy próbáljuk labdát szerezni. Nem sok. Igen, de szerintem annyira örültünk ennek a Hollins triplának, hogy Petkov még ünnepeltünk. Petkovnak oda kell ütni, így is van, 8,1 másodperc. Bíznunk kell abban, hogy egyet kihagy a két tüntetőjéből Petkov.
És ez a 8 másodperc, ez még nagyon sok mindenre elegendő. Robi, készen állsz még egy hosszabbítás és Körmend derbire? Én, ha Körmend nyer a végén, akár itt maradok reggelig. Tudod? Túltárgyalva. Minden a hazai győzelemért. Petkov bedobja az elsőt. Lehet, hogy csak a harmadik pontja itt a második fél időben, de ez fontos. 3 pont. A második lejön. Tójója lepattanó. Jöhet Wright. 5 másodperc még, ami hátra van. Wright. Ferenc. Üres dobó helyzet. Ferenc! Hosszabbítás! Ez a BC Balkán. Ez tényleg ezt egy ilyen önmegsemmisítő. Nem ütöttek egy faltot. Nem hiszem el. Ezt valaki elmagyarázhatná nekem, hogy... És utána Ferencnek jut egy brutálisan üres tripla. Ez az őszintjén, ez tényleg edzésgyakorlat. Leütés nélkül, nem kellett hanyat esnie, semmit nem kellett csinálnia. Hát ezt nem akarom elhinni. Fú! Szerintem nagyon jó edző Neboj Savic, itt van még egyszer. Ezt nem hiszem el. Ki volt? Koncsár? Koncsár. Pont Ferenc Savic, aki a mai estén is volt két nagyon fontos kalmasa. Múlt héten ugyancsak ő volt az, aki megindította a Körmendet az egyenlítés felé. Tehát úgy látom, mi hosszabbításos meccsekre jövünk Körmendre mostanában. És mindegy, hogy kibeszél sületlenségeket kommentátorként melletted. Jaj, nem. Már Korpi is itt van. Megint későn érhet haza az egész táb. De hát mondtam, a körmendi győzelemért, vagy a magyar csapat győzelemért szerintem mindenki itt marad, még akár 2-3 hosszabbítást is. Hát és ez akkor mennyire törte meg ezt a Botemgradot? Mert azért, lássuk be... Hát, ez nem töri meg. Mind a két csapat elég korán bejön a pályára, még van vissza 40 másodperc, de már mind a két edző a pályára küldtek játékosait. És ugye most nem láthatjuk már ezt a nagy zászlót. Igen, nincsen már, tűzvédelmi okokból leszették az extázist jelző, hát, különböző győzelmeket ünneplő zászlót. Kocsev adja oda Wrightnak, és aztán Wright pöcköli rá szépen Kocsevre. Majdnem eladja. Ez a 3 másodperc, mert nem tudom, melyik csapatot zavarta meg jobban. Az biztos, hogy a közönség oda teszi magát a mai estén is. Meg kell dobnunk a labdát majd Davis Smithnek. Megígér? Ah, beeshetett volna. Hatam. Petkovnak lassan dobnia kell, majd Kocsev dobja el. Most már minden egyes lepattanónál robban a csarnok. Túl jó. Most kellene kosárra befejezni a támadást, hogy átvegye a Körmend a vezetést. Átveszi a Körmend a vezetést. A sírból hoztuk ezt vissza, na. Akárcsak múlt héten. Igen, csak akkor a hosszabbításban volt nagy a baj. Most már a rendes játékidőben. Kocsev, inkább tovább Petkovhoz. A Petkovról nem menjünk sehova, srácok. Valaki figyelhetne az alapon a bedobása is. Mész a sarokból. Nagyon üresen. Tökéletes! Azt azért Washington elmondhatná, hogy miért húzódott le róla ennyire. Washington alapvetően azért nem ez a 3 pontos vonalon kint lábmunkázó magas ember. Ó, a Petkov hagyja el. Nem szabálytalankodott Wright-tal. Mert a sportfelütleiba lett volna. Neboj Savic kérdezi, hogy gyerekek, most mi van? Körmend elkezdett védekezni.
Falka megjátsza azt, amit tud, hogy megzavarodik. Hát nyilván azért ez minden csapatot megfog. Washington támadó faltja. Könnyű síp volt ez is. Négy pontos előny. 7-2-nél álltunk utoljára ennyire jól. Meg 10-5-nél. Nem most volt. Nem. Kb. 40 perce. Remélem a rájátszás perceiben a büntető statisztika egy kicsit javulni fog hazai oldalon. Azért az a 19-ből 8, az nem egy fényes. A végén tudod a W. Vagy a G betű a fontos. Ha magyarítani akarjuk a dolgot. Tójónak kell most már odállnia. Nem tudja elmismásolni ezt a büntetőt. És Keszárt most hozta csak vissza a vendégek edzője. Látom, ez nem változik. Minden másik legalább kimarad. Szabálytalankodunk, nekünk sem kellene. Kocsev. Ez nem baj, ha rájönnek ki ezek a helyzetek. Nem kell rohannunk. De Hollins inkább megáll. Ez okos döntés. Így van. Ki kell játszani a támadó időt. Davis Mills tripla. Az előbb bement. Úgy gondolta, hogy most is elvállalja. Washington is mellé lövi. A vendégeket nem érti, miért nem játszották be a palánk alá. Ferenc, Kocsev mellett. A visszalépős nagyfoteros. Ferenc Szabi a nyerő ember, a kapitány. Teszi a dolgát, sérültem. Tudja, hogy csapata élére kellett állni a mai estén is. Egy Petkov triplára futott a Ferenc tripla óta a Balkánnak. Ennél időkérés. Rado, it's with the ball. That's it. You are so give it like this. Igor Vosh, Rado, Vinci, you are first. Rado, Igor, hold the stoich. Rado, immediately after Vinci, yes. And Vinci, the change, game. No, if nothing's happened, wash open, receive, dribble, hands off. Hát azt említetted egyébként a mérkőzés, hogy Podolszik nem találta azt az ötöst, amelyik jól működik, most találta meg talán. Ez az ötös, ami most a pályán van, azt gondolom, mind támadásban, mind védekezésben jól mozog. Valahogy bejut a labda Petkovhoz. Petkov dob is egy triplát. 81-83. Hát most igazából körben van előnyben, tehát hosszan kell játszaniuk. Vidic harcol ki magának technikait.
Nála most tett be a pohár. Potocsnik már ezen egyébként túl van. És nem mondom kétszer, jókot csinálta Potocsnik, hogy technikait kapott. Oké. Szituáció adta magát. Azt amúgy inkább szerintem a kispad kapta, nem is Potocsnik, ott a nagyon sokan fölugrottak, meg háborogtak a játékvezetőnek. Szerintem Potocsnik saját maga lehet, hogy okán ő... is kiérdemelte akkor. Lehet. Ferenc, Washington mellett. Oha, az úgy lépés, nem fújják le, köszönjük szépen. Tudod, a mai estén a lépés szabályod. Beakadt a labda Ferenc Csabi keze és oldala közé. Davis Smith. Vissza Wrighthoz, ez most egy jó támadás, szép hosszan. Megyünk, Hollins. Ez egy dupla az akció vége. 98-3. Innen azért a körmennek nem illendő elveszteni ezt a mérkőzést. Kocsev. Collinsra fújják rá a faltot, Washington rakta arrébb, mutatja a játékvezető hölgy. Így, hogy héttel vezetünk, a hazai közönség is sokkal rezignáltabban vesz tudomásul ezt a fújást. Vártam, hogy mikor lesz nagy népharag. Most már mindenki haragudjanak bárkire is. Right. Lehet, hogy meghúzta közelítőjét, nem tudom. Bízunk benne, hogy nem. Vagy hogyha sérült lenne, akkor szólt volna, ez Hollinsról megy ki. Remélem nem követi a körben azt a hibát, mint a Balkán. Saját magát hozza nehéz helyzetbe, egy ilyen alapban egy bedobást nem bedobni. Áll az óra, dobhat kettőt, Kessar. Ez a legjobb biznisz a BC Balkánnak, Vidic pedig elégedetten sportszerűt le hiba. Vidic elégedetten mondja, hogy gyerekek, ez a technikai nem volt rossz üzlet. Itt van Vidic. Azt értem, hogy miért fújták sportszerűtlennek, mert volt, ugye még nem volt nem volt a labda, igen. Na de hát a másik oldalt is volt ugyanilyen szituáció, amikor még nem ért be a labda a pályára és ellökte az egyik csapat a másikon. Ferenc Csabi most mutatja Hollinsnek, hogy gyerekek, használjuk a fejünket, azért van ránőve a testünkre. A vendégcsapat időt kért közben. Ilyenkor azért a magyar játékvezetők leszokták tenni a labdát és elkezdenek számolni. Mennyivel jobbak ők, mint a mai. Na, visszatérsz, hogy mi? Kessar mellé dobja a büntetőt. A labda ez nagyon jó, mert azért ez egy 5 pontos játék is lehetett volna. Így már maximum csak 4 lehet. Annyi viszont még lehet. Ha belegondolsz, hogy kaptunk egy kosarat, utána eladtuk a labdát, és abból lett ez az egész szituáció. Igen, lábon dobtuk Hollinst. Igen, tehát saját magának köszönheti a körben ezt a Zahariánál régen volt labda. Köszönjük szépen. Édes Istenem, azért ezt valaki elmagyarázhatná nekem ilyenkor, mi az elképzelésük? Ez most itt fogócska. Rájt úgy gondolja majd őt, hadd üssé. Davis Smith mögé jött a labda, Kocsev gyönyörű mentése. Ez jön belőle Petkov, Zahariev. Tripla bemegy, de nem lesz jó. Csak egy passz Hollinshoz. Ha nem falt, akkor a labda a BC Balkáné. Hú, azért a játékvezetők vakon voltak, de a lényeg, hogy Ferenc Csabi nem volt vakon ott az utolsó másodpercben. Atya úristen. Zahariev megint. Wright még ezt mellé dobja. Hosszabbítás után a sírból visszahozva a mérkőzés. 98-6 arányban győz az egész körmend együttese a BC Balkán Botevgrad ellen, és ezzel biztosítja a helyét a következő körben a FIBA Európa Kupa keretein belül.
pici szusszanás, és aztán utána érkezünk vissza természetesen még további értékelésekkel, ma meg interjúkkal. Mindenkit arra bíztatok, hogy tartson velünk akkor is.